művészbejáró Bóta Gáborral. Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, mondom a mai menőt, elsőként Botos Éva van itt, hát szerintem szinte mindenki ismeri, ha másból nem, amint a Pák sorozatából, ottan bebizonyította, hogy milyen kiváló óvónő vezető, ám de aztán ugye hát tudják, szerintem sokan, hogy volt az Új Színházban, Centrál Színház, aztán rendezni is kezdett, aztán rájött, hogy annyira megy neki ez, hogy már magát is sikerült most nem is olyan régen, pár hónapja megrendeznie, és csinált egy nagyon izgalmas estet, akkor Éva. Szóval... Szép napot kívánok mindenkinek. Hát abszolút szépeket kívánunk mindenkinek, aztán aki az este az ismétlés, annak szép estét, éjszakát, meg minden ilyesmit. Abszolút kívánunk. Szóval, hogy tudod, hogy én téged lényegében egy Edith és Márlin című produkcióval fedeztelek föl, addig néztek az Új Színházba, és aztán egyszer csak ott a Centrálba jöttem rá, hogy de hát ez egy ilyen veszett jó színésznő, hogy ott Edith Piafot domborítottad, és magad is szervezted a produkciót, igen, nem? Igen. Arra egyébként hogy jöttél rá, hogy ez neked kell? Nagyon szerettem Edith Piafot, és nekem még gimnázium körül, én is drámatagozatos gimnáziumba jártam Debrecenben, nem volt de ének. De te Adi Endre, én, igen, és Csíkos Sándor? Nem, akkor még nem tanított téged, engem, még nem, ő, igen. Nem. És nekem ott nem volt énekhangom, mert annyira kis zárt emberke voltam, hogy a hangom az el volt torlaszolva tulajdonképpen az zártságom miatt, és ezért én a... De azt tudom, hogy a hang tükrözi az egész embert, de azért, hogy zárt vagyok, akkor hangom sincs. Úgy tűnik visszafejtve, hogy ez összefügg, igen. Igen, mert később, ahogy bekerültem a színművészetire, és jöttek mint színészként szerepek, a hangom jó helyre került, az önbizalmam is jó helyre került, és meg tudtam magamról azt, amit addig nem tudtam, hogy van énekhangom is. Aha. És nekem, én a felvételére Patak Éva darabjából, tehát a Edith és Márlenből vittem prózai részt, de eszembe nem jutott volna, hogy én Edith Piaf dalokat is énekelhetek. Aha. És aztán, mivel nagyon szerettem továbbra is, ahogy az évek teltek, akkor újra elém került valahogyan, és gondoltam, hogy én ebbe belevágnék, beszéltem Gáspár Annával, és egy-két év múlva már létre is jött a produkció. Ó, hát Ripszi meg a Robszi, de azt még nem te rendezted. Nem, Mészáros Márta rendezte. Ilyen ambícióim akkor nem voltak, főleg úgy, hogy azért ez egy elég nehéz anyag, akkor, hogyha én vagyok maga. És Edith magad Piaf mellé csaltad Nagy Kálózi Esztert. Aki volt a Dietrich. Hú, de nő? Igen. Te meg voltál kisveréb. Kisveréb. Nagyon aranyos kritikát kaptam egy ilyen 4 évvel ezelőtt, hogy egy fiatal rendezőfiú mondta, hogy ő azt a darabot látta, már a Centrál Színházban, mondom, én voltam a Piaf, és mondta, hogy nem. De mondom, de én voltam. Szóval nem, ez egy nagyon csúnya színésznő volt. És ez számomra iszonyatosan fontos, hogy egy, tehát hogy tényleg az a fajta kis verépség, vagy nevezzük csúnyaságnak, mert nem volt csúnya, csak karakteres, olyan jó volt, hogy nem hitte azt el, hogy ez bizony. Az bizony én vagyok. De várjál. És sminket csináltad, vagy azért belülről nem is meg smink. Lehet? Tehát ahogy meg lehet belülről szépülni. Én azt soha nem felejtem, mert sokat jártam a Zeneakadémia második emeletére, mert beengedtek ingyen ugyanúgy, mint a akadémistákat. És ott rengeteg csúnya nő volt, de úgy meg tudtak szépülni a zenehallgatás közben, hogy az valami eszméletlen, hogy itt csak bámultam, elfejtettem a karmestert meg a zenekart nézni, mert őket néztem, hogy te úristen, idáig hogy nézett ki, most meg milyen gyönyörű. Tud, az igazán visszafele is. És azt hogy kell csinálni? Ajánlották, hogy rajzolja meg azt a nagyon karakteres szemöldököt, de úgy éreztem, hogy ha teljesen smink nélkül megyek föl, és a hajam lesz karakteres, akkor itt minden rendben lesz. Nem volt rajtam smink. Aha, értem. Tehát ez valóban egy ilyen fajta ráhangolódás eredménye is. De ez nyilván Piafnál is volt az, hogy hát tényleg nem értem, hívták kisverébnek. Tehát nem volt egy szép nő, de hát amikor énekelt, akkor mégiscsak egy csoda akkor volt. Akkor csodálatos volt, persze, nem is kérdés. Tehát ez... Nem, hát nyilván én is picike vagyok, én sem vagyok egy töltött káposzta, tehát volt köztünk alkati azonosság, de ezt én így gondoltam, hogy nem leszek előrébb, hogyha én most odarajzolok két csíkot.
Na, és a lelkiazonosság? Lelkiazonosság abból a szempontból van, hogy abszolút éreztem a lelkemben, milyen utat választott ő is, és ezt bárki választhatja. Tehát az az önsorsrontó élet, hogy úgy nincsenek hétköznapok, csak a fellépés, csak a mindenféle úgymond drogok, tehát amivel földobta magát is, és esténként ment mulatni. Tehát, hogy neki az élete tulajdonképpen másról sem szólt, mint az éneklésről, és mellesleg a hétköznapokat túlélni. Nagyon önsorsrontó volt. Rengeteg, és égette magát minden szinten, teljes mértékben. 47 évesen halt meg, és nekem annó álmom volt, hogy legalább addig játszam, és sajnos úgy alakult, hogy azóta nem tudtuk előadni, de ahogy ő 47 évesen kinézett, az ijesztő. Tehát tényleg úgy nézett, mint ez a 120 éves lenne. Na de te meg, ezt nem mondtam a felkomba, te meg mondhatjuk, persze, nem? Persze, abszolút. Hát eléggé 50 leszel június 1-én. Igen, megérkezik ez a fantasztikus szám az életembe. De ez jelent neked valamit? 40 az kiborított. Nagyon az kiborított, mert akkor azért az ember úgy érzi, hogy elveszíti azt a hamvas fiatalságát, ami van, ott gyötrődtem, viszont most ez olyan természetes, meg azt érzem, hogy, és ez nem ilyen csak duma, tehát most, hogy legyek szimpatikus, vagy mutassak valami jó képet erről, de ez most nekem jól jön. Tehát, úgy, azt szokták mondani nők, így 50 körül, mondják a 40-nél is, hogy hát most sokkal jobb, mint 20 évesen. Ami... Azt nem mondom, de hogy viszont nincsen ebben bajom. Tehát azt gondolom, hogy hogy az ember hogy van magával, az nem számfüggő, tehát tök mindegy, hogy 20 vagy 50 vagy 40. Sokkal rosszabbul voltam önazonosságban a 20-as éveimben, de azért persze mert... is megvan. Mert ez egy hosszú folyamat mindenkinél, meg előbb-utóbb úgy is szembe kell nézni. És ezek a szembenézések a legfájdalmasabbak, mert nem lehet hibáztatni senkit, hanem csak te vagy, meg a tükröd, és azt gondolom, hogy a mostani tükröm az sokkal önazonosabb képet mutat magamról, mint a 20-as éveim. De mit mutatott a 20-as években, és most mit mutat? Ennyi a különbség. Akkor nagyon sok olyan káosz volt, ami tehát rossz nyomokon, rossz utakon indultam el ideák alapján. Hogy meg. Például? A Debreceni gimnázium, az Edirne gimnázium fantasztikus drámatagozat volt, és volt egy klasszikus ilyen hagyományos képzés, hogy majd lesz egy ilyen lépcsőzetes karrier, és majd szépen azt bejárjuk, és akkor ott vége van, és akkor minden szuper, és ennek ezen a nyomvonalon indultam el, és azok a csalódások éppen ezért értek, mert nem a jelenben éltem, hanem a tervekben. A tervek voltak a fejemben. Ez mindenkinél rossz, hogyha a tervek... De milyen tervek? Azt tudom, hogy akartál karmester lenni. Természetesen. Hát a zene az nagyon fontos volt mindig. Nekem van ilyen túlhallás, ami nem nagyon jó dolog. Ez mi az, hogy túlhallás? Túlhallás az, amikor én ahhoz tudom hasonlítani, hogy olyan érzés, mint amikor mondjuk reggel valaki fölébred arra, hogy a szomszédba fúrnak. Aha. És megérzi azt, hogy hiába van szabad napja, azt a napot vagy a piacon, vagy az utcán, vagy egy plázában, vagy egy hegyen tölti, de otthon nem marad, mert bírhatatlan. Aha. És nekem ez a szint, ez nagyon len van. Tehát nagyon hamar bukik ki belőlem azt, hogy nem bírom azt a hangerőt. Kicsit kopácsolnak a szomszédban? Nem csak, tehát zene szól valahol, női tornára elmentem. De akkor egy könnyű zenei koncertre nem bírsz elmenni? Nem keresem az alkalmat, hangos. Mert nem, nekem ezek nagyon erősek. Tehát szerintem összefügg a valahogy nekem viszont annóig a zeneiskolában mondták, hogy abszolút hallásom van. Mert nagyon erős, tehát nagyon túlhallásnak hívják ezt. De akkor mondjuk egy Beethoven sem megy. Hát az is hangos. Nyilván van egy olyan hangerő, vagy egy akusztikai teremben, ami bírható, de nekem alacsonyabban van a hang küszöböm, a hangelviselési küszöböm az átlagnál. Aha. Akkor ezért is beszélsz viszonylag halkan? Én nagyon, igen, tehát megdöbbentő, hogy mindig mondják, hogy halk, de nekem belül nagyon hangos. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez rendben van, de nyilván akkor ez is összefügghet el. De és amikor énekezte, hát akkor ott is vannak hangos persze, hangok, persze, tehát ezt most tényleg azért mondom, mert ennek nagyon sok színe van, meg fázisa. Nehezebben bírom a hangokat az átlagnál jóval, viszont természetesen, hogyha énekelek, vagy zenés előadásban vagyok, akkor azért kibírom, de ezt azért ezen dolgoznom kellett sokat. Na, akkor ott volt az Edith és Piába, és abban veszett jó voltál. Jaj, de jó. És így néztem, hogy jaj. Néztem ezt a csaj, 10-15 év, semmi különös. Azt ilyen, itt van egy zseni. Most akkor ez hogy van? Egyébként tényleg hogy van? Azt, hogy minek láttál, azt nem tudom megmondani. De ez nem csak én voltam ezzel így. Tehát tudom, hogy talán egy rosszabb hír, igen. Tessék? Semmi. Szóval tudom, hogy több az. Te úristen, mit tud ez a Botos Éva?
Végül is, hogyha most levesszük belőle azt az élt, ami teljesen fölösleges lenne gondolkodnom, hogy én az új színházba, Márta István féle új színházba úgy kerültem, hogy akkor ott volt a kelemenes kör, Ubik István, Bánság Ildikó, Nagy Kálózi Eszter, Gáspár Sándor, Hirtling, azok a fantasztikus kollégáim, és akkor teljesen logikusan, hogyha jött hozzánk egy rendező, és nagyon sok jött, tehát nálunk állandó rendezőgárda nem volt. Teljesen természetes, hogy egy olyan darabot választott, ahol azok a korabeli nagy sztárok, a bölényekből alakítottak ki a főszereplői gárdát. Tehát nekünk, fiataloknak nem a kicsi jutott, de valóban nem bennem gondolkodtak, plusz mivel nem jöttek vissza, tehát én 30 rendezővel dolgoztam az első 12 évemben itt-ott. Tehát az rengeteg, tehát más színházakban van egy alapgárda, 3-4 rendező van jelen, és akkor fejlesztik azokat a fiatalokat, tovább léptetik, megtalálják a nekik legmegfelelőbb szerepeket. Tehát hogyha úgy gondolom, vagy belegondolok ebbe, valóban nem ránk voltak építve ezek a darabok, ezért mindenben helyt kellett állni, ami a korban ránk osztható volt. Aha. Tehát olyan nagy kiugrási vagy önmegmutatási lehetőségünk kevesebb volt, de értem a logikáját. Tehát ami hiányérzeted esetleg lehet az első időszakból, az pont az, hogy ha valaki érkezett, akkor ő abban gondolkodott, hogy jaj, de jó, itt van a Bubik, vagy itt van a Gáspár Sándor, vagy az Eperjes, vagy a Hirtling, vagy a Bánsági, velük vajon mit tudok kitalálni, és ott voltunk, mi kicsik, akik... És erre, amikor eljöttél a új színházba, mert amikor, hát ugye új direktor lett, én aki... előtte jöttem el egy évvel. Ja, már előtte? Egy évvel előtte, igen. Mert te is ezt érezted? Persze, tehát abszolút. Tehát én 35 évesen megint 16 éves játszottam, és azt éreztem, hogy nem tudok 16 évesben fogalmazni már őszintén. Mert nyilván vannak emlékeim, de egy 35 éves ember, az pontosan egy generációval följebb gondolkodik nőiességében, minden szinten problémákról. És úgy éreztem, hogy értem, hogy miért én, mert megszokták, mert ide kerültem, itt kezdtem el a pályámat, de nekem ez így már nem komfortos. És úgy éreztem, hogy ha maradok, akkor csak mindig ennek adok hangot, hogy én nem vagyok elégedett, ami engem is elsárkányosít, ami nem jó fejség, és nem is jó egy társulatban egy sárkány. Viszont ahhoz meg ki kell rúgnom magam alól a kis székemet, a komfortzónából kimenni, és a semmire elindultam. És akkor ilyenkor találtad ki például ezt az edítést. Például ezt, és akkor lettem úgy önálló, és akkor találtam meg szó szerint a hangomat is. Aha. És hát veszettül jól énekeltél egyébként, mert most is egyébként, mert most is van egy, ugye, egy énekelni való ested, ugye ez a Sláger lista vált, Töméssel című produkció, amit már pár hónappal ezelőtt kipróbáltam, hát, igen. Mondjuk azt, hogy bemutattad végül is, és aztán most hoztad a Centrál. A kicsiébe. Igen. A kicsiébe, és ott én jól megszemléltem. Egyébként ez megint ugyanolyan, hogyha ki téged mondjuk nem látott az Edin és Marlene, és itt teljesen egyedül van a színpadon. Tehát még egy zongorista sincs. Hát bejátszott hangom, igen, de bejátszott zene van, igen. Bejátszott zene van, amit én utálok színházba, de itt el tudom fogadni egyébként, mert itt hát ugye, te megidézel, igen, egy kort, és annak pont úgy kell megszólalnia, mint annó, igen, tehát az eredeti felvétel, tehát ha énekelsz egy Michael Jackson nótát, vagy egy részletét, akkor annak az hozza az emlékeket, az eredeti hangzás. Igen. Mert hogy te felidézed ebben tulajdonképpen, hát úgy 3 éves korodtól, hát nem mész el igazán a máig, ugye? 18 éves korában. Eszed ágába sincs elmenni. Egyébként miért? Feldolgozhatatlan mennyiség lett volna, plusz nem véletlenül ezt a kort választottam. Hiszen az a valami, ami akkor volt, nagyon összeköti a mi kis csapatunkat, a velem egy korúakat, vagy ez a plusz ide-oda 10-5. Ez mi? Az egy teljesen más léptékű és más világú magyar ország, vagy egy kis ország, és nagyon összekapcsolódik a valamikor, amikor készül, tehát már érezhető volt, hogy valami lassan elmúlik, és valami lassan közeledik. A rendszerváltozás éve, és ez pont a mi fiat, tehát pont az én 17 éves korommal. Tehát nagyon ritka az, amikor valóban azt a pillanatot kapja el egy országban egy határozott változás, amikor egy kislányból
nagy lány lesz, és aztán elindul a felnőtt úton. Ez itt pillanatra pontosan összefésülődik. És nagyon fontos volt, hogy arra is emlékezzünk, mert egy kijózanító tud lenni az, amikor rájövünk arra, hogy az emlékeink közösek. A lassúzás emléke, a ruhaviselet, a boltokban, amiket lehetett venni, hogy mindenből egy volt, és hogy vágytunk arra, hogy valaki hazajött Ausztriából, és hozott egy kis rágót, aminek volt ilyen belső lapocskája, amin volt ilyen képregény, azt néztük, és hogy úristen, mi lehet külföldön, hogy ritkán jutottunk el, vagy úgy vártak az emberek az autójukra, mint most a gyermek születésére, mikor jön meg a Trabant, és vajon kék lesz-e, vagy homokszínű, mint hogyha fiú vagy lány, és az egész utca várta, hogy mikor jön a Trabant, és összegyűlve néztük, hogy és kék. Tehát, hogy ezeket nem lehet, akkor még minden szinten egy tőből fakadtunk, nem volt semmi átosztva, megosztva, kijelölve, bebetűzve, és nekem fontos volt, hogy emlékezzünk arra is. Természetesen az a műsor szórakoztató jelleg, tehát szórakoztató céllal készült, de... Hát ez egy stand-up, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy zenés. Zenés stand-up, zenés stand-up. De nekem fontos volt, tehát hogy... Tehát te mesélsz, és közben dalra fakadsz. Közben dalra fakadsz. És akkor tulajdonképpen ennyi. Tehát olyan nagyon hú, de mögötte se sincs, ugye? Nem gondolom. Vannak ott. Van neki? Vannak. Nem akarok spoilerezni. Nekem fontos volt nagyon akkor, tehát az úttörő mozgalom. Nagyon hittem benne, hiszen úgy születtem, hogy az egyértelműen van. És innentől kezdve az én hitrendszeremben az egy alapvető volt, persze nem gondolkodtam annak a fontosságáról, de bizonyos pillanatokban, és az est folyamán is van egy, amikor rá tudtam úgy látni 11 évesen, hogy megértettem ebből a csinálmányt, vagy ami nem életszerű, vagy ami nem biztos, hogy együtt tudok menni, vagy értenem kell a miértjét. Tehát ilyen szinten azért nem érzem csak egy szórakoztató vonalú dolognak, hanem el vannak benne rejtve, vagy el vannak helyezve azok a pillanatok, amikor az ember rálát, egyre jobban rálát arra a helyzetre, amiben éppen van, és természetesen éli. Úgy gondolja, hogy ez adott is változtathatatlan. Ugye én erre a korszakra véletlenül már emlékszem, lehet, hogy lassan azt kell mondanom, hogy még emlékszem, és hát az úttörő mozgalomban tényleg volt jó is, tehát abszolút. Annak nem egy, én egyébként nem tudom, szabad ebbe vallani, csapattitkár voltam. És rendrakásnál képzeld el, hogy most egy hete került elő egy oklevél, hogy Bóta Gábor pajtásnak, mit tudom én, milyen kiváló úttörő munkájáért, meg ez, meg azt, tehát mentünk például vándortáborozni, és az oltár jó volt. Igen. És abban semmi ideológia nincs, hanem megvolt a szállásunk, itt ott, és mentünk, és jó volt. Persze, közösségi lehetőség, pillanat, abszolút. A Málnaszedőtábor már nem volt mindig olyan jó, de abban is voltak jó részek. Igen, legalább emlékszünk rá. Például ott szerettem meg a málnát, amit nem szerettem. Én ott utáltam meg a paradicsomot a paradicsom szedésen. Tényleg? Na, szóval, hogy és miért 18 éves korodig mész? Én mivel bekerültem az adigimibe, nyilván onnantól kezdve az ízlésemet már egy csapat is befolyásolta. Aha. Addig egy teljesen átlagos hajdúböszörményi családtagja voltam, Bud Spencer filmeken nőttem föl, szombatesti filmkoktél, vagy pedig szeszélyes évszakok, semmilyen igényem nem volt, nem is értek impulzusok, és azért fejeztem be kb. Ekkor, mert onnantól kezdve már elindultam egy úton, amikor már nem úgy értek ezek az impulzusok, hanem vezetve volt már. És ez igaz, hogy 3 évesen már az óviba hobót érdekelt? Abszolút, minden. Nem is, igen, nekem ez, tehát az előadásomban ezek a kis sztorik, ezek valósak. Én sokkot kaptam akkor, amikor az óvodai diszkón, amit iszonyatosan vártam, tényleg Halász Judit szólt, és nem, tehát nem az az energia, tehát egy hobó, egy Edda, tehát én ilyen csapatúsabb dalokat, és ott dermedten álltam, és azt láttam, hogy kívülálló vagyok, mert minden egyes kisgyerek boldogan, teljes szövegtudással élvezi ezt, és nem találtam hozzá kapaszkodót, de hát tényleg idősebbek voltak jóval a testvéreim, tehát nekem ott megtört egy kicsit az óvodai létemnek az értelme, hogy én most itt keresek. Hát akkor most érde a mikrofon bemutathatod, hogy hagyja neked egy hobót 3 évesen. Hát igen, most van. Nagy muri lenne, nem? Nem megy? Hát most lehet, hogy nem. Jaj, de nagyon kár. Na, és akkor fölnőtt a kis Éva, bekerült Benedek Miklós osztályába, és akkor ettől kezdve mentek a dolgok.
De azért jó ideje szabadúszó vagy. Igen, tehát igen. Tehát a Centrálnak volt a tagja, de aztán annak sem. Ugyancsak kalandvágyból, mert azt éreztem, hogy újra fel kell fedeznem úgy a szakmámat, hogy jobban értsem, meg jobb, több impulzus kapjak, és akkor is azt éreztem, hogy valahogy nekem kell vándorúsza indulnom, és nagyon jól tettem, mert akkor kezdtem el rendezni, akkor indult el egy csomó saját projektem, új társulatokat, új kollégákat ismertem föl, nagyon nagy tehetségekre találtam magamnak, akiket nevükről ismertem, de nem jutottam el addig előadásukra. Tehát nekem az nagyon kellett, és úgy éreztem, hogy én ettől épülök, és ez így is történt. Ugye először a kis Hetszeget rendeztem. Ez volt az első, de akkor még a Balázs arra kért meg, hogy Szirtes Balázs, Balázs kollégám és osztálytársam, hogy az ő átiratával együtt legyek egy külső szem, aztán rám dölt minden, tehát az még egy így félig felvállalt. Aztán rendeztél egy, nem tudom kimondani, mert egy cseresznyésketet rendeztél, igen. De ugye a címben... Cseresznyés, igen. Igen, címből kihagytátok a magánhangszókat. Hát az RS 9 színház miatt így a betűkkel játszva, de Cseresznyés néven futott, igen. Ami szintén meglepően jó volt. Én emlékszem arra, szerintem elmondhatom, jöttünk ki az előadásról, és az Eser Tamás is akkor nézte. És azért ilyet tőle ritkán hallani. Jöttünk, és azt mondta, hogy nekem, hogy jó darab, jó rendező, jó előadás. És én is ezt gondoltam. És akkor neked tulajdonképpen talán ez volt az első ilyen nem egy személyes rendezésed? Nem, előtte már volt egy, volt. A Két magas nő meg ő, Varga Klári Bacsa Ildi főszereplésével, tehát hogy az már úgy a harmadik. Jó, akkor, de jó, de hát akkor is harmadjára Csehov. Igen, na. Tehát ez nagyon fontos volt az Eser Tamás miatt is, hiszen az Alaszendrót itt elvett. Szente Tamás most hányat rendezett, mire rendezett Kecskeméten egy Csehovot sajátos módon, de rendezte. Három nevét. Igen. Tehát az Eser Tamás féle az Alaszendróti táborban a Cseresznyéskert volt a feladat, és ez csak azért is volt ő ott, mert tudom, akkor persze, hát azért 25 tudta, hogy ő ennek az eredője. Ő az eredője, így van. Aha. Nagyon jó tábor volt, nagyon sok tetre kész kollégám, sok azóta nagyon jó színészek és rendezők voltak akkor 18-19 éves. De tulajdonképpen ezt te úgy rendezted meg, hogy ebben benne volt akár RS Király sorsa, ami akkor úgy szinte a bezárás előtt állt, aztán szerencsére nem igen, következett be. De ha úgy tetszik a mostani alternatív színházak sorsa is, hogy nagyon rezeg a rész, ugye hát a réce a Cseresznyéskertben is, ugye az van, hogy el kell hagyni. Igen, igen, ez sajnos összefésülődött, igen, a valósága. Igen, igen. És annyira, hogy ti belejátszottátok, hogy tulajdonképpen hát közel van a Gosdúdvar, és majd ezt netán ezt is megveszik étteremnek, szállodának, ki tudja igen, minek. Nagyon a hát ugye üzlet. Igen, azért is írtam át. Csinál a Cseresznyéskertbe, hogy érzéketlen, hogy hú, mekkora értékek mondjuk ezek a fák. Az üzlet, igen. Ott csá, kész, igen. Más nem érdekes. Mit gondolsz erről? Ugyanezt, tehát amikor a darabot úgy gondoltam én, rettegve, meg hát nyilván iszonyatosan tisztelve a Csehovot, hogy megpróbálom átírni, akkor ezek voltak a szempontok. Hát, konkrétan az RS 9 környékén próbáltam az előző darabomat, és láttam azt az elképesztő pesgést, azokat a ilyen leánybúcsuk, fiúbúcsuk, külföldi turista dömping, milyen értékes helyen van ez az RS 9, mennyire fontos, hogy van egy ilyen pici alkotó műhely, a lábánkati csodálatos lelkületébe is van valami orosz, tehát hogy úgy adja, és úgy, igen, fantasztikus és klasszikus gondolkodású hölgy, aki mindig adja a termeket, próbáljatok, persze, tehát van de benne ha kell, beáll a büfébe, beáll a büfébe, vagy hál' Istennek nálunk színészi szerepet is vállalt újra, tehát abszolút a környék és a kor adta azokat hát az ötleteket. Hát a Cseresznyésben ő volt a Fierce, így van. Aki ugye még képviseli a régi értékeket viszont aztán már ott felejtik a házban. Így van. Tehát ez abszolút az alap volt, emiatt
készítettem el az átiratot, vagy a... Meg hát az, hogy a Gosdúdvar környékén rengeteg étterem, meg mi helyzet van, tényleg beszéltem egy nagyon szuper étteremvezető hölgyel, és akkor átbeszéltük azt, hogy hogyha én itt most ezt megvenném, akkor mit kellene csinálnom. És tehát, hogy abszolút mindig beszéltem szakértőkkel, hogy ez hiteles legyen, és ő mesélt rengeteget arról, hogy hogyan működik ez, nagyon tanulságos volt. Na jó, de figyelj, itt kiderült, hogy te tulajdonképpen tök jó rendező is vagy, ha éppen úgy adódik. De miért adódik ritkán? Tehát most úgy az edítés, tehát nálad mindig azt érzem, hogy úgy újra meg újra föl kell fedezni. Tehát, hogy eltelnek évek, semmi. És aztán, tehát, hogy nem úgy épül a pályád, ahogy ennek úgy kéne. Na látod, de hanem, mi az, hogy kéne? Hát, hogy folyamatosan, megrendezted a cseresznyés kertet, akkor jön még öt hasonló nagyszerű izé, és nem mit tudom én hány év kihagyása, hanem viszonylag ugye egymás után. Tehát, hogy így kéne szerintem, és szerepekbe is, hát ha most valaki fölmegy a port.hu-ra, és megnézi, hogy Botos Éva hú, mit játszik, és hú, milyen rendezése megy, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy ott az egy napos olvasnivaló. Természetesen, viszont pontosan de miért ez volt. Természetesen? Ezt nem értem, hogy miért. Mert ez volt az új színházban az a gondolat, hogy én is azt gondoltam, hogy valamilyennek kell. Tehát ez az életpálya, ez olyan, és hogyha olyan, akkor jó. De nem. Mert az életpálya az szorosan összefügg az élő lényel, aki ezt az életpályát éli. És az, hogy ilyen dolgok kiderülhetnek akár rólam, hogy akár átiratot írok, vagy rendezek, vagy énekelni is tudok, amire lehet, hogy most csodálkoztak rá, nem baj, vagy színpadon is helytállom bármilyen terepen a helyem, az vagyok én, ennek a felfedezése egy idő, egy út, az én személyiségem olyan fajta, ami megint nem hétköznapi, az én karrier vonalam az ilyen, viszont nem lehet más. Nem fog úgy de olyan... De nem lehet más? Mert az nem én lennék. Az nem, lehet, hogy van olyan kolléganőm, aki 25 éve van mondjuk a Vígbe. Ki nem bírnám? És nem azért, mert a Víg ilyen vagy olyan színház, hanem az én alkatom az, aki egyszer csak dönt, és elindul balra, aztán jobbra, aztán előre, aztán felmászik, aztán lejön. Tehát ez a fajta valami, amit én keresek, az összefügg saját magam világának a pontosításával. Én imádom a művészetet, imádom a szakmámat, a szerelmese vagyok. Ezt az utat csak úgy tudom bejárni, hogyha cikk-cakkos. Másképp nem. Az nagyon erős kompromisszumokkal jár, hogyha valaki már melszobor a saját színházába. Biztos, hogy jó benne, hogy lehet, hogy cserélne velem. Jó, csak tudod, egyrészt ugye van véletlenül egy rendező férjed, Horgas Ádám. Ő is építhetné a pályádat, de közben meg olvasom, hogy nem hát ti közösen ugye arra jutottatok, hogy jobb, ha nem dolgoztok együtt. De hát ott van most Merszobor, nem Merszobor, mondjuk például a példacentrálban, Puskás Tamás hányszor rendezi Básti Julit, és senki nem mondja azt, hogy jaj, de ciki, hogy igazgató rendezi. De mindenki tudja, hogy Básti Juli tehetséges, és nem azért. Tehát, hogy ugye benne lett volna a pakliba, hogy amikor a Horgas főrendező Szegeden, akkor te oda mész színésznőnek, és nem, oda mentél egy szerepre. Mikor amit... elment az Ádám Szegedre. Na, érted, hogy... Igen, na. Ez az én utam. Igen? Igen. És ebben te tulajdonképpen akkor jól érzed magad, mert akkor tulajdonképpen oké. Csak ennek van egy olyan veszélye, hogy a néző, nem, tehát, hogy ugye a mintaapákban is benne voltál, ami ugye hát felcsért, és abban egy főszerepet. Tehát akkor felcsérne nézni, hogy hú, országosan ismert sztár, így ugye. Aztán az sincs többet. Tehát szerintem, ha most kimész az utcára, akkor nem sűrűn ismernek meg, valamikor, de valóban nem jellemző. Már. Szóval, nem célom. Egyébként az milyen volt neked a mintaapák? Ő nagyon-nagyon örültem annak, hogy ezt csinálhatom, mert én a vágyaimhoz képest keveset forgattam. És akkor jött ez a lehetőség, nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Hogy jött egyébként? Teljesen véletlenül. A casting alapján bekerültem, nem tudtam, hogy persze milyen lesz, tehát ez egy nagyon átláthatatlan folyamat egy színésznek, aki elkezdi, hát ez egy megvett
verzió, tehát nyilván követhető volt az eredeti változat, viszont azt tudtam, hogy ha most ez a sok idő el fog telni forgatással, akkor én megtanulhatok egy csomó olyan fortét, vagy technikát, amit eddig nem, és erre is elképesztően hasznos volt. Az első egy-két hónapban még nem volt kameratudatom, ami azt jelenti, hogy voltam a térben, és nem tudtam, hogy hol vannak azok a csápok, amelyek az én kapaszkodóim, amelyek majd megmutatják akár az érzelmet, vagy a szituációt, és ezek is átalakultak, kialakult a rutinom, tehát én nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak. Én szerintem az nem biztos, hogy baj, hogy csak 3 évad volt, pont amiatt, mert nem biztos, hogy én akartam lenni az ország óvónője, hanem örültem annak, hogy meg tudok mutatni egy karaktert, de ez nem 30 évig kísérél az életemet, mert abba is bele lehet fásulni, hanem pont ennyi. Tehát, hogy evel nem volt gondom. Na de nem szerettél volna akkor azért előbb-utóbb mégiscsak még egy szappanoperát? Vagy köszi szépen, ebből aztán elég volt? Végtelenül szeretem a szakmámat, és nagyon-nagyon örülnék annak, vagy örülök is, nagyon hálás vagyok, hogyha helyzetek, esélyek, lehetőségek jönnek. A személyiségem alapja olyan, hogy én ezt úgy keresem, hogy csinálom a dolgomat. Viszont nem várom el azt a reakciót, hogy valaki felhívjon és telefonáljon, hanem úgy gondolom, hogy akkor annyi volt a dolgom, hogy elkészítsem. Hogyha avval élményt vagy értéket tudok közvetíteni, az nekem az értékrendemben maximálisan telíti a vágyaimat. De ezek a tovább léptetések, tehát én elfogadom azt, hogyha mondjuk van egy közösség, ahol a Márta Istvánféle közösségben, hogyha megéreztem azt, hogy nem, most ezt idézőjelvet téve, nem szerelmesek belé. Tehát nem az, hogy az év, amit játszon. Nyilván volt rólam szó, és nem lennék igazságos, hogyha azt mondanám, hogy nem, hát rengeteget dolgoztam, de amit az elején mondtam, hogy azért nem én voltam a koordináta pont, tehát nem én hozzám igazodtak a megérkező rendezők, de amikor azt éreztem, hogy nem szerelmesek, akkor tovább kell menni, mit savanyogjak, vagy mit maradjak, vagy mit kell, tehát én úgy érzem, hogy tényleg az a dolgom, hogy amit teszek, azt a teljes hittel és szerelemmel tegyem. És most akkor hol, kik szerelmesek beléd? Horgas Ádámon kívül nyilván. Nem, hát jövőképem így ebből a szempontból csak az van, hogy abban megerősödtem, hogy egyedül is bármikor bármit. És ez nagyon, nagyon nagy erő. Fokor Liliának is rendeztél egy ilyen egyedülit. Az enyémet befejeztem. Február 27-én a Liát kezdtem másnap, és aztán hál' Istennek meg is lett az előadása. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, mint mindig. És akkor most mi lesz? Valami. Tehát jövő évadra semmi olyan fajta konkrét terv nincsen. Tehát ilyenkor te el vagy, hogy majd csak adódik az. Lehet, hogy furcsa hangzik ez, de... Lehet, hogy valóban másabb a gond, nem is a gondolkodásmódom, hanem hogy szerintem ez a fajta 50 év, ami miatt most itt vagyunk, ez azért arra megtanított, főleg ez a 2020 óta levő furaság, hogy a tervek és a célok azok itt legyenek. Én nagyon hiszek abban, hogy a belsőre, aki rájön arra, hogy a belsei, a saját magára lényire kell fókuszálni, az szerintem nagyon előrébb tart a környezetét. Tehát a környezetét csak akkor alakíthatja. Addig nem. Addig mondhat bármit. Kijelenthet bármit. Próbálja magát kijelölni igazodási pontnak, teljesen fölösleges. Én ezzel foglalkozom. Mit tehetek én arról, hogy ki gondolkodik bennem, meg ki nem? Hát szíve joga. Hát most mit csináljak? Éppen nem elég, hogyha azt csinálom, amit tudok. Hát jó, persze. De mit változtál? Ez elmondható? Már azt is olvastam, hogy azt mondtad, hogy tulajdonképpen az anyaság az olyan irányba változtatott, amit lehet, hogy te nem is akartál. Vagy nem is jöttél rá, hogy az ilyen lesz. Persze, hát nyilván nem mindegy, hogy az ember hogy nő fel. Én nem akartam túlagódós lenni, nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden tökéletesen csináljak. Ott az elején ebből volt egy kis konfliktus, de hál' Istennek a Réti Adrián kolléganőmmel készítettünk egy előadást, ami erről szólt, tehát ma azt is kommunikáltuk magunkból. Imádom a kisfiamat, és el nem tudom képzelni. Nem olyan kicsi. Már hát jó, nekem kicsi, persze 14 lesz már nagy, de ő is kikéri magának, hogyha kisfiúzom. De egy fantasztikus ember. Tehát így furcsa ember vagyok én. Sokszor vissza tekintetekkel látom. Tulajdonképpen gyakran van ez a retorika, hogy ne foglalkozunk másokkal, meg ne igazodjunk, de hogyha valaki nem foglalkozik és nem igazodik, arra úgy néznek rá, mint egy ufóra. Te is tök jó, nagyon jókat kérdezel, és mégis arra próbálsz rávezetni, hogy miért nem megyek a járt úton. Mert furcsa ember vagyok. Nyilván ennek van
Erről például keleten nagyon imádnának a zen buddhisták, mert én aztán 9 évig ülnék a barlangba, és kívánom, hogy simán. Elmeditálnék reggeltől estig. Lehet, hogy a nyugati pszichológia meg azt mondja, hogy aspergeres. Annak egy lájtos szakasza. És akkor az egy mondat, az egy életmód, vagy egy hit. Én meg ott vagyok, hogy ez vagyok, és makacsul hiszem azt, hogy a belső munkánál nincsen fontosabb. És hogyha ez ki tud jönni, és a misztánkban tudok adni, vagy akár egy előadásom kapcsán gondolatokat ébreszteni, nekem ott a pont, hova tovább, mit kéne, vagy mi hiányzik. Hát akkor további jó futcsasságot kívánok, de azért épüljön a pályád, és azt is kívánok. Legyen. Jó, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen.